Na, sziasztok, üdvözlök innen mindenkit Kaszóról. A mai videónk témája pedig, hogyha már úgyis itt vagyok Kaszón, akkor ez a... Végigjárom ezt a lomkorona és öreg erdő tanösvényt. Meg innen indul. És hát majd meglátjuk, hogy mi szépet látok. Van még 4 órám addig, ameddig a vonat visszaindul, addig remélhetőleg ezt meg lehet járni. Úgyhogy hát akkor tartsatok velem, és akkor meglátjuk, hogy mit találunk és mit nem. Ja, egyébként itt van Éliás kültös kalácsot teszek éppen. Ez volt olcsón. Na, és miért jelentkezem? Hát körülbelül egy olyan 100 métert, annyit se, 50 métert haladtunk, de ki van táblázva a tanösvény, most így haladok szépen egyenesen, viszont szóval most, hogy így jövök beljebb az erdőbe, egyre több a szúnyog. Na, tehát azt vettem észre, hogy jönnek csősül a szúnyogok, ott akiket így felzavartam, de egyébként magáért a látvány érdemes eljönni. Gyakorlatilag itt már azért távol a civilizációtól, itt a világ vége után kettővel, viszont semmi, de ez benne a szép ilyen messzire eljönni. Természet, semmi más. Madárcsi vizelés, hát ilyet Pesten az ember, nem? Hát már ezért megéri lejönni ilyen messzire. De hát eddig még semmi olyan rendkívül itt meg érdekeset nem látunk, de hát idem, itt maga az erdő a látnivaló. Tehát haladunk szépen tovább az úton. Hát gondolom, hogy erre kell, hát mindegy, hát a kitaposott utat követem, abból nem lehet nagy baj. Hát eltévedni csak nem fogok itt az erdőbe, bár én mindenre képes vagyok, hogyha eltévedésről van szó. Ezt aki már jött velem valaha túrázni, vagy navigáltam már autóval, az tudja, hogy én gyakorlatilag egyenes úton A és B között is el tudok tévedni, de reméltek, ha követem az utat, akkor szerintem barátaig el fogok jutni, vagy gyerekelekes, hogy hát, ha más nem, akkor ugyanerre visszafele, csak visszajutok Kaszóra. Meg hát végül is a vonat indulásig van még idő, szóval azából az se baj, hogyha itt nagyon elkóvágok valamire, csak időbe találjak vissza. Akkor most nézzétek, itt van a első tájékoztató tábla, nagyjából mit lehet itt találni. Látszáldőleg, és akkor... Hát, ezek alapján talán felismerem valamelyiket, ha látom. Főleg a sziklámenet és a pajzsikát, ami védett. És hogyha a gyepszint megvan, akkor jöhet a cserjeszint. Hát, de még egy kicsit, hogy aki nagyon akarja, majd ez megállítja a videót és elolvassa. Nem tartok most felolvasást nektek, nem szeretek annyit beszélni így videóban, meg szerintem mindenki tud olvasni, aki ezt a videót megtalálja bárhol. Úgyhogy majd akit érdekel, hogy szépen el fogja olvasni, én csak felveszem nektek. Így is van. Aztán majd haladunk tovább az úton, majd reméltek sok szépet fogunk még látni. És vissza is fogok találni. Hát itt jön az, hogy útelágaszkodáshoz érkeztünk, ugye? De a táblázás mutatja, hogy arra kell menni. Itt nézzétek meg, erdei tanösvény, úgyhogy hajrá, megyünk előre. Egyébként most megnéztem, hogy térerő az ugyan van, csak nagyon gyenge. Tehát a mobil net az egy most éppen, de hát ide az erdőben nem is netezni jár az ember. Ez pont elég arra, hogy mondjuk a Facebook Messenger menjen, más meg úgyse. Nézzek, mert láttam, hogy többen is raktak fel videót a YouTube-ra, de hát majd a vonaton megnézem hazafele, úgyis lesz időm bőven. Bár most vagy egy másfél órával rövidebb lesz az út visszafele, mint előre, mert kinéztem, hogyha 17-es vonattal visszamegyek Szentára, akkor egy picivel később fog jönni egy személyvonat egy Gyékenyesig, ott viszont fel tudok szállni, azt hiszem az Agramnak hívják, a nemzetközit, ami Ljubljanából jön. És az egyenesen közvetlenül a délibe lehet menni. Úgyhogy gyakorlatilag Gyékényestől már átszállás nélkül be kell foglalni egy jó helyet a vonaton, aztán igazából filmnézés, alvás, minden játszik. Hoppá. Azt nézzétek, az meg szerintem egy magas les vagy kilátóna. Ha az egy kilátó, akkor biztos fel fogok menni és körbe videózom a környéket, nektek megfotózom.
De itt van egy tájékoztató tábla, azt először én megmutatom. Cseltölgy, gyertyán és közönséges nyír. És érdekes módon, még el nem is tisztelték, hogy ez a nyíl, ez ugyanaz a nyílfa, ami most virágzik, és ezek a fehér szöszei vannak, amitől szenvedek már hetek óta ott állunk. Este most érdekes módon nem, semmi. Lehet, hogy tisztább a levegő, aztán nem zavar annyira. Elindultunk felfele a tanösvényen. Ez még csak az első pár lépcsőfok, de miután van ez itt még felfele. De már innen szép a kilátás. Azt nézzétek, jó messzire elmegy az még. Még ott arrafele, ott a okok között is megy. Úgyhogy ez most éppen irány felfele. Aztán majd mutatok egy kilátást, hogyha felértem a tetejére. Nézzétek, fel vagyunk a tetején. Megvan a koronatanösvény. És ez érdekes. Itt kell az ember ilyen magasan. Na, ez még lehet, hogy mit kell ezzel vajon csinálni. Na, mindegy, hagyjuk. Inkább ne piszkáljuk, az a biztos. A kilátás az nagyon jó itt. Fenn vagyunk a... És innen az egész jó, be lehet látni mindent. Ez mind megtalálható színűleg az erdőbe. Kiforgatom nektek mindet, hogy lássátok. Na. Majd szóltok hozzá. Nézzétek, aztán csak nem egy százlábú. Na most jönne jól a makró funkció. Hát ez egy jó kis kirakós játék lenne. Hát, na, ez most nem megy. Majd valaki kirakja. Viszont egy másfajta puzzle. Azt szerintem ez így van. Hát, vagy nem egészen. De még nehéz, úgyhogy az egyik kezemben meg a kamerát fogom. Hát, nem megy. Na, fakofáncs az nem énekes madár. Halka szerintem szintén nem. Hát a holló meg ugye, mint tudjuk, csak a sajtot éneklik ki a szájából.
Bár én a hollóra tippelnék ki ezek közül, másra nem tudnék. Talált ki a sziluettből. Hát ez szerintem a holló lesz, nézzétek csak meg. És itt a holló, persze. Csúszka. Hát akkor ezek szerint meg tessék, nézzétek meg ezt. Ezt a függőhidat lezárták. Úgyhogy egyenesen megyünk tovább. Ez, hát már még ugyanoda vezet. De nem csodálom, hogy ezt így nem merik így megnyitni ekkor a közönség előtt. Mindjárt csinálok egy-két felvételt, vagy legalábbis fotót. És a levegőben párosodik és alszik is. Na, neki van még jó dolga. És valószínűleg, nem mondom, itt a vége. Akkor ez ennyi volt. Kalmfoca, borjú tehénbika, pontosan, gidasuta bak, na ott van Bambi, ez már volt, malac, koca, kan. Akkor közben én már lefele jövök a tanösvényen, de ez nagyjából ennyi volt. És itt a vége. Na, majd megyünk tovább valahogy az erdőbe. Szerintem a baláthatóhoz itt valahol ki lehet jutni. Na hát, közben megyünk a tovább itt az erdei úton. Hát csak a szúnyogból van egyenlő, de több. Hát látjátok itt ragadozókból. Hát ragadozókat még nem láttunk, de... Hát elmegyünk erre. Szerintem ez a baláthatóhoz vezet. Itt már meccse nagyon van, GPS-en meg aztán pláne nem. De hát most én nagyjából tudom, hogy merre jöttem el, úgyhogy követve az utat még vissza fogok találni. De hát majd meglátjuk. Erdei sétás vlog még úgyse volt, na majd most lesz. Illetve már van. Nézzétek szépen. És egyébként ott van mögöttünk a... Ja, de innen már nem látszik. Akkor hiába is mutatom. Ja, nézzünk akkor erre. Hát itt közben van egy ismeretterjesztő tábla a vaddisznóról, meg a dámszarvasról. Meg egyébként szerintem az összes szúnyogot most zavartam föl, mert gyakorlatilag másodpercenként jön egy. Így győzem őket elkergetni. Hát nem baj, hát a nem önkéntes védadást azt most fogom teljesíteni az összes felzavart szúnyognak. De hát a videózás, ilyen sokszor áldozatokat kell hozni. Hát odafele meg a műút van. Ez megint nem jó nekünk, hogy most... De hát az út meg arra vezet. Jaj, menjünk el erre. És akkor maradunk az erdőbe. Hát ha más nem, akkor még a műút fele mindig ki tudunk menni. Meg egyébként erre van a kisvasútnak a sínje is, de... Azért inkább jövök erre, mert... Ha azt megtalálom, akkor a sineket követve még mindig vissza tudok menni, akár kaszóra, akár szemtára, tehát legalább nem tévedek el. Tehát irányban biztos, hogy jó felemegyek, tehát ha kitartóan követem erre az utat, akkor meg fogom találni a kis vasút csínyeit. És az első szelvénykő után azt is tudom, hogy milyen messze vagyok kaszótól, mert ezt megnéztem, mert elindultam, hogy a 73-as szelvénynél van kaszó. Csak közben megpróbálok fotózni. Csak nem bírom leszedni a lencsevédőt. Na, gyere már le. És hogyha már az megvan, hogy kaszó milyen, vagy hát, hogy melyik szelvénynél vagyok, akkor tudom, hogy a 73-asnál van kaszó.
Tehát azt is tudom, hogy milyen messze vagyok még. Mert a vasúton a szelvényezés az közúttal ellentétben 100 méterenként van, és nem kilométerenként. Család is van, úgyhogy óvatosan megyünk át. Bár ennyi szúnyogcsépés után már egy kis salán, az már meg se kottyanna. Szerintem. Na, hát. Nézzétek meg, itt vagyunk az erdőbe. Kerülgetjük itt a salánokat, azokat is. Próbálom nagyjából betájolni, hogy hol vagyok. Hát mindenért, ez egy kijelölt út, úgyhogy olyan nagyon még nem tévedhettem el. És egyébként volt itt egy vasúti átjáró valahol. Tehát szerintem az itt kéne, hogy legyen. És itt van egy elágazás. Szerintem ez az ugyanaz a földút lesz, amit egyszer már kereszteztem ott messzebb. Tehát akkor megint csak ezen vissza tudok menni az erdei útra, hogy legalábbis hát ez is erdei út, de arra, amin jöttem. Ha más nem legyen, akkor most van még időnk szerintem, úgyhogy menjünk, nézzünk el erre is. Meg itt már nincs annyi szúnyog, meg most kijöttem ide a napra. Itt a kicsit kijebb az erdőből. Itt azért egy picivel barátibb a helyzet. Eztjük, és szerintem egy picivel arrébb már a vasút is ín lesz. Meg mintha ezt a kerítést itt mellettem is láttam már volna a vonatból, amikor idefele jöttünk. Na, közben mindjárt merül az aksi, úgyhogy majd a kamerát is töltőre kell tenni, de hát akkor jó sok anyagot felvettem már, úgyhogy elvileg 2 órát bír az aksia. Ahhoz képest szerintem egy 1,5 órát, hogyha filmeztem vele. Bár még amikor az is igaz, hogy állandóan be volt kapcsolva. Mert hogyha bármi van, akkor azonnal elő tudjam kapni. És valószínűleg az se tett neki túl jót. De látjuk, majd mindjárt felrakom töltőre, hogy bírjon még egy kicsit. Látjuk, hát itt most olyan nagyon sok érdekesség nincsen, de hát maga az erdő, meg a természet az. De majd akkor kicsit később visszakapcsolom majd, hogyha valami érdekeset találtam, mondjuk megtaláltam a kisvasutat, meg szerintem a Balátó tavat azt megnézem még. És akkor utána visszamegyek a szóra, és ott megvárom a vonatot. Próbálok rájönni, hogy hol vagyok, de szerintem jó irányba megyek én. Na mindegy, majd később jelentkezek. Na, hát ez itt lehet, hogy Zsák utca, akkor viszont vissza kell menni a másik útra. Mindegy, azért még erre fel elnézek, hát ha találok valamit. Hát itt már csak. Sok a csalán, az biztos. Na ezt nézzétek, itt egy magas les. És továbbra is valahol az erdő közepében, a Balátható környékén. Hát nem kockáztatok, elmegyek erre. Kiépített úton maradunk. Aztán majd meglátjuk. Valamelyik ösvény a Balátatóhoz vezet, csak itt már nincsen kitáblázva, hogy melyik hol. Úgyhogy inkább nem kockáztatok, hanem megyek arra, mert biztosan tudom, hogy jó az irány. Úgyhogy lássátok feleim, itt vagyunk. Még mindig valahol az erdőbe. Ráadásul most már sár is van. És valami erdei állat is járt már erre. Ez szerintem vaddisznónak a nyoma, így ránézésre. Mindegy, hát errefele viszont biztos, hogy jó az irány. Úgyhogy erre megyek. Na, majd meglátjuk, hogy hova jutok ki. És ott is mennek, tehát az valószínűleg az irány jó. Közben a szúnyogok azok rendületlenül jönnek, de hát már annyira összecsipkedtek, hogy már
nem igazán tud érdekelni egy ilyen több vagy kevesebb. Már a csalámba is mentem, szúnyog is megcsípett. Úgyhogy van itt minden. Most ezben jönnek szembe, majd esetleg tőlük megkérdezem, hogy merre kell menni. Sikerült megtalálni a Balát a tavat. Itt a tájékoztató, és arra van a tó. Itt pedig van egy kilátó, de mindjárt fölmászok. Na, ezt nézzétek, közben fölmásztam a kilátó tetejére. Hát ezért a kilátásért megérte. És azon az ösvényen fogok majd most végig menni. Hát, jobban rámegyünk. Az is látszik, hogy hol vezet. Az aksi meg mindjárt megadja magát. Most megnézzük ezt a sétányt. Ez körülbelül egy olyan 700 méter lesz befele. Szépen rámegyünk a Baláthatóra. Na, a harmadik helyezett lett. Hát, kíváncsi vagyok, ki lett az első kettő. Hát akkor haladjunk befele. Na, nézzetek csak szét erre fel. És még arra is megy tovább az ösvény, és az ott már a Balátható. Hát ennyi, és már rajta vagyunk a tavon. Ezt nézzétek, alattunk már a tóban. Hát, amennyire itt el lehet látni, ezt megmutatom nektek, ez a Balátható. Hát, szúnyogból itt sincs kevesebb. De hát ezért a látványért megéri összecsipkettetni magunkat az összes létező szúnyoggal, ami ebbe az erdőben van. Majd visszajöttem Kaszóra, akkor iszok egy-két sört, és akkor már nem is fog annyira zavarni a sok szúnyogcsípés. Meg hát elmúlik ez. Összecsipkedett egy-két csalán is. Most csalán szúnyog van itt minden, de hát Istenem. Természet ezzel jár, hogyha nyílt terepen erdőbe mászkálunk, akkor ez sajnos velejárója a dolgoknak. Hát ezt nézzétek, és akkor most elmegyünk arra a másik irányba. Mert itt volt még jobbra is egy letérési lehetőség, akkor most azt nézzük meg. Tartunk, meg szerintem mocsár van. Meg valamilyen lápos rész, de ezt nézzétek rá, hát azért van itt mit nézni. És csak közben itt már kanócon van a kamera, mert gyengélkedik az aksi, aztán most felraktam tölteni a powerbankre. Úgyhogy ezért hoztam magammal kettőt is, hogy biztosan bírja. Tényleg itt távol a civilizációtól azért elektromos áramot sem egyszerű találni. Ezért az ember hoz magával, nyilván azt is. Na, hát. Ez egyébként jó messzire elvezet, mert ezt láttam a kilátóból az előbb, ezt az utat. Úgyhogy ez még, még ott amarrébb is van. Ott is bekanyarodik. Ó, hát akkor hajrá! De a kilátás minden ér kápótól. Ezt nézzétek. Ilyen erdőjáró, meg ilyen tanösvényes vlog az eddig nem volt, hát most majd van. Vagyis lesz. Előbb-utóbb ebből videó lesz, és akkor ti is látjátok. Na jó. Na jó, jobb, ha abba hagyom most így a hangot, mert már itt tudok beszélni is. Ez a jó megaszontam itt az előbb is. Még nincsen, de majd, de még nem volt, de majd lesz, vagy van, vagy minden. Nem megy ez, ma nekem már kezdek fáradni. Főleg, hogy összesen talán, hogyha 3 órát aludtam, vagy 3 és felet. Hát ide azért eljutni, hát ez rá kell szállni egy teljes napot. Oda-vissza utazás, az legalább 10 óra. És akkor mi nem csináltál semmit, csak ide jöttél, meg hazamentél.
Na, nézzétek meg, na, akkor majd kicsivel később jelentkezem. Úgy látom, hogy ott is van egy betérő, akkor oda is bemegyek. Meg itt majd mindjárt fényképezni fogok. Jasszok. Ez a zsombékos ingóláp, most már legalább ezt is tudjuk. A zsombékos. Hát, nézzétek meg, de jó helyen csípett meg. Hogy tud könyök hajlatban megcsípni a szúnyog, azt nem tudom, de sikerült neki. Így viszont állandóan, ahogy behajlítom a könyökömet, azt önkéntelen is megvakarom. Tudnak ezek a szúnyogok, ha nagyon akarnak. Ú, de lecseg. Mindegy, hát itt szépen már megyünk a láb fölött. Nem semmi. És vajon ez egy irányú utca, vagy a túloldalt ki is lehet menni? Na, majd mindjárt kiderül. Visszafele nem jön senki, de hát szerintem ott ki lehet menni a másik oldalt. Na, majd kiderül, hogy odáig eljutottunk. És itt a vége az útnak, ez pedig egy tájékoztató tábla az erdőtársulásokról. Hát, egérlápok, fűzlápok, gyertyányos, kocsányos tölgyek, ahogy az kell, itt innen. Mindegy, majd lefotózom, aztán majd akit érdekel, majd ott megnézi. És egyébként arra lehet tovább menni, és valószínűleg egyébként ott tényleg ki is lehet menni, mert hogy visszafele senki nem jön. Hát, meg erre fel elnézünk, de ez nagyjából szerintem ennyi lett volna. De azért nyilván ki kell innen mászni. Hát akkor menet közben a tanösvénybe jártuk, plusz a balátatavat is. Most nem tudom, hogy igaz, és amikor balátatónál nem vettem fel beköszönő videót, úgyhogy valószínűleg egybe lesz az egész. Tanúsvényes a balátható. Most egy erdei úton megyek, de igen, és mint kiderült, jó fele, mert a kisvasút erre van. És a kisvas balátható felől megjövök. Kisvasúttól meg már tudom az utat. Okay. Onnan már nem nehéz, csak a sineket kell követni. És szépen visszamászunk kaszóra. Úgyhogy akkor ez ennyi lett volna. Akkor, és itt vagyok. Meg. Jó, köszönöm, hogy akkor ezt a videót is megnéztétek, hát ha tetszett, akkor majd lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, stb. Amint azt tudjátok, szerintem már mondanom sem kell. Úgyhogy akkor köszönöm, hogy megnéztétek, akkor sziasztok!